A közelmúltban tartotta a Givaudan az évzáró rendezvényét. A cég közel 600 munkavállalót foglalkoztat. A jeles este folyamán televíziónkkal megosztotta Karkas Mihály, hogy az idejében hogyan teljesített a makói gyár. Kiemelkedően teljesített 2023-ban is a Givaudan nemzetközi munkamegosztásában. Ezt büszkén mondhatom, hogy mindenféle gazdasági külső tényezők, nehézségek, gondolunk itt az inflációra, gondolunk az orosz-ukrán sajnálatos tragikus háborúra, és még további kihívásokra, problémákra. Ebben a nehéz makrogazdasági környezetben is a makói gyár tovább tudta növelni a gyártott mennyiségét 2023-ban az előző évekhez képest, és emellett egy új gyártás technológiát is telepítettünk a gyárba, amelynek a beüzemelése is 2023 során történt meg. Hozzátette, gazdag és mozgalmas évük volt. A Givaudan alapítvány támogatásával 2022-ben és 2023-ban egy fogászati szűrőprogramot bonyolítottak le Makón, ahol gyakorlatilag több mint 1000 diákot szűrtünk meg, illetve szólítottunk meg fogápolással kapcsolatos előadásokkal, illetve nyilván fogápolási eszközök célba juttatásával, és a gyári kollégák fölvállalták, hogy önkéntesen lebonyolították, megszervezték ezt a nagy szűrési programot, és hát amellett például cipősdoboz akcióval is 48 rászoruló kisgyermeknek, nagyobb gyermeknek okozunk majd örömet az idei karácsony alkalmával. Az idén folytatott munka összhangban van az értékesítési terület feladataival, amelyről bővebben is beszámolt Karkas Mihály a célok mellett. Ők mindent elkövetnek, hogy újabb és újabb üzleteket szerezzenek a cégnek, mi pedig mindent elkövetünk azért, hogy ezeket az egyre újabb és újabb megrendeléseket maximális jó minőségben és megfelelő időben a vevőink megelégedésére le is gyártsuk és kiszállítsuk. A 2024-es évtől további bővülést és növekedést várunk. Bizakodva osztotta meg az ügyvezető, hogy a bővülésnek köszönhetően számos új munkahely jön létre a cégnél, és ha minden jól megy, akkor már bőven 600 fő felett fogják zárni a 2024-es évet.